Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Mássa Attila vagyok. Ma október 11-e van, a Brigitták ünneplik névnapjukat. 372 éve meghalt felsővadászi első öreg Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 53 éve a mai napon jelentették be a nyugati ügynökségek, hogy meggyilkolták Che Guevarát, és 19 éve adták át az újjáépített Mária Valéria hidat Párkány és Esztergom között. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. A hétvégén szervezték meg a Nemzeti Vágtát a magyar fővárosban. 102 újabb koronavírusos beteget regisztráltak ma Szerbiában. Vajdasági siker is született a Magyarország étele elnevezésű versenyen. Ki kellett használni a mai napot, holnaptól elillan a jó időtérségünkből. Porva lovasa. Ördög Alen nyerte a Nemzeti Vágta döntőjét, amely nem sokkal műsorunk előtt ért véget. Ördög Alen vajdasági származású, ugyanakkor ezúttal a magyarországi település színeiben állt starthoz. Az eddigi kétszeres győztes Nagy Arnold Temerin lovasa a harmadik helyen végzett. A második helyen Földes Bence ért a célba Hajós színeiben, míg a negyedik Varga Mátyás lett. Ötödik Németh János Baja lovasa. Nagyon izgalmas csata után alakult ki a végeredmény. A döntő futamról 8 órai híradónkban részletesen is beszámolunk. Most lássuk, mi történt a Nemzetközi Vágta döntőjében. Peter Požár junior Szlovénia lovasa nyert a Nemzetközi Futam döntőjében Budapesten a Hősök terén. A második helyen a mexikói Juan Carlos Soberón végzett, harmadik pedig a horvát Laura Kolic lett. Szerbia lovasa Davidovic Dejan bár az elődöntőben elsőként jutott be lovával a célba, a döntőben a negyedik helyre csúszott. Ötödik helyen Magyarország, míg utolsó helyen az indiai lovas végzett. Annak ellenére, hogy közönség nélkül szervezték meg az idei 13. Nemzeti Vágtát a koronavírus járvány miatt, és így elmaradt a szurkolás és az üdvrivalgás, a lovak és a lovasok úgy futottak, mintha több millió szem szegeződne rájuk. A lódobogás és a fanfár hangja, valamint a versenyzők nyerni akarása viszont így is igazi versenyhangulatot varázsolt a budapesti Hősök terére. Lássuk, mi történt a Nemzeti Vágta döntője előtt. Izgalmas futamokkal folytatódott a Nemzeti Vágta vasárnap is a Hősök terén, és nem először történt meg az, hogy egy középdöntőben több vajdasági lovas is találkozzon. Gulyás Szabolcs most is Nagy Arnolddal került össze. Habár ezt a középdöntőt Arnold nyerte, Szabolcs is remekül szerepelt, közvetlenül Arnold után másodikként futott be a célba. Tegnap nagyon szerettünk volna nyerni, vagyis hát az lett volna a cél, az véget, hogy elkerüljük ezt a mai napot, hogy a fantáziával egybe kerüljek. Sajnos hibáztam, ezt bevallom, nem úgy jött össze a verseny, hogy szerettem volna, és kívülről kezdtem el támadni, majd a belülről, ahogy mentek, folyamatosan toltak kifelé, viszont nem mertem még tenni egy olyan lépést, hogy belefogok a lóba, és belülről megpróbálom, bár lehet, hogy akkor azért több esélyem lett volna. Nagy Arnoldon, ugyanúgy, mint tavaly idén is igen nagy volt a nyomás, ennek ellenére nyugodtnak tűnt még a délután folyamán. Elmondta, a koronavírus járvány miatt megváltozott körülmények nem befolyásolták a felkészülést. Én itt voltam Magyarországon, én itt dolgozom már 6 hónapja, a lovat még otthon készítették, és reménykedtünk benne, hogy meg fogják tartani, mert ha nem tartották volna meg, akkor le kellett volna állítani az egészet. De szerintem így jó, hogy megtartották ennek az időnek ellenére is, mert azért nincs meleg, nincs annyira hidegség. Míg olyan volt már a vágta történetében, hogy egy középdöntőben több vajdasági lovas küzdött egymás ellen, arra most került először sor, hogy a döntőben is így legyen. Ördög Alen idén Porva színeiben futott. A vasárnapi középdöntőben nagyon jól szerepelt, így végül a Nemzeti Vágta történetében először a döntőben is két vajdasági vett részt. Egy nagyon jó lovam van, úgy érzem. Volt már döntős, csak a döntőben az előző lovasa, tulajdonosa leesett a futam közben, és így a ló maga fejezte be a pályát, és most ezt a lovat kaptam meg én. Koncz Dorottya először lovagolt a Hősök terén, a délutáni kis huszárvágt a döntőjében a Bács fekete egy színeiben futó fiatal lány negyedikként ért célba. Igazából nem evel a lovval készültem először, egy másik pónival, csak a vágt előtt egy hónappal kaptam el a bohócot,
és hát én is féltem, ugye, hogy mi lesz a vágta, hogy megetartsák, vagy nem ez a vírus helyzet miatt, de szerencsére megtartották, és itt tudunk lenni a nemzeti vágtán. Dávid Deján sok éve képviseli már Szerbiát a nemzetközi vágtán. A délelőtti előfutam után és a délutáni döntő előtt azt mondta, idén is igen erős a mezőny a nemzetközi futamon, ennek ellenére délelőtt könnyen nyerte meg a saját elődöntőjét. Nagyon jó sikerült a futam, hál' Istennek. Volt egy ló, aki, és egy lovas, aki leesett. Sajnos az ő kárából nekem jó származott, mert a lova ment elől és húzta az én lovamat. Úgyhogy nagyon jó volt, könnyen mentem. A mexikói lovas jött kívülről, meg az indiai, de hát könnyen. Eddig is szerintem a legkönnyebb elővágtam, amit nyertem. A budapesti nemzeti vágtán minden évben jól szerepelnek a vajdasági lovak és lovasok, sikert sikerre halmoznak. Nem csoda, hogy minden évben egyre többen is vannak, és gyakran megesik, hogy egymás ellenfelei a hősök terén. Tegnaphoz képest ugyan kevesebb új koronavírusos beteget regisztráltak Szerbiában, de jelentősen növekedett a napi tesztelt személyekhez képest a fertőzött szám. Ezúttal 2906 tesztet végeztek el a szakemberek, ebből 102 lett pozitív. A friss adatok szerint egy személy vesztette el a harcot a kórral szemben. A mostani adatok azt mutatják, hogy ezúttal a tesztelt személyek 3,51%-a volt pozitív, az ideális arány a járvány idején azonban a 0,5%. Ezt korábban mondta dr. Predrag Kohn, járványügyi szakember. Országszerte jelenleg 20-an vannak kritikus állapotban, ők mesterséges lélegeztetésre szorulnak. A kór halálozási aránya Szerbiában jelenleg 2,2% közül mozog. A koronavírus harmadik hulláma zajlik Szerbiában, jelentette ki a szerb közmédia műsorában Branislav Tiodorovic, az epidemiológus hozzátette, ezt a betegek számának növekedése is megerősíti. Tiodorovic szerint az előttünk álló hónapok hidegesős nyírkos időjárása is kedvez majd a vírus további terjedésének, mint mondta. További aggodalomra adnak okot a szórakozó helyeken megszervezett bulik, és ilyenkor hatványozottan fontos az előírt intézkedések betartása. Treba pojačati pažnju, treba pojačati pritisak prema javnosti, prema građanima u smislu boljeg obaveštavanja, konkretnijeg obaveštavanja, a onda primeniti mere koje su predviđene zakonom. Mislim da ovoga trenutka moramo biti svesni i treći talas je u toku. Znači ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava, i vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak nažalost i umrlih. Kod nas imamo pojavu također povećanja broja koji smo predvideli, inače da će se desiti u prvoj polovini oktobra. Mindenképpen tovább fog nőni a koronavírus fertőzöttek száma, hiszen Szerbia nem izolált sziget, és Európában egyre rosszabb a járványhelyzet, ezt mondta Zoran Gojković, tartományi egészségügyi titkár, az országos válságstáb tagja a Pink televízióban. A fertőzés új erőre kapott, és az európai országok zöme újabb szigorításokat vezetett be, hogy elejét vegye a vírus terjedésének, magyarázta Gojković. Hozzátette, Madrid karanténban van, Berlinben kijárási tilalmat vezettek be, Bulgáriában rekordokat dönt a fertőzöttek száma, mindez pedig nem tud minket elkerülni. Ráadásul jön a rossz idő, amikor az emberek többet tartózkodnak zárt helyen, ezért kell odafigyelni az alapvető óvintézkedésekre, fertőtlenítésre, távolságtartásra és maszk használatra, mondta a tartományi egészségügyi titkár. Gojković szerint oda kell figyelni, hogy ne növekedjen meg hirtelen a fertőzöttek száma, mert ha rövid időn belül sok a pozitív teszttel rendelkező személy, több a beteg is, az pedig túlterhelheti az egészségügyi rendszert. Magyarországon 24 óra alatt 1068 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma, és meghalt 21 beteg, így az elhunytak száma 954 főre emelkedett. Mostanáig 10.848-an gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma 25.862 fő. Kórházi ápolásra 1252 koronavírusos beteg szorul, közülük 138-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány felfutása jellemezte az elmúlt két hetet, és várhatóan ez jellemzi majd a következő heteket is, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a koronavírus járvány elleni védekezést irányító akciócsoportok üléseit követően videóüzenetben. A kormányfő a Facebookra feltöltött felvételen kifejtette, a nemzetközi trendekhez illeszkedik a mostani magyar járványhelyzet. Október végéig hallgattunk meg előrejelzéseket, azt
Mondhatom, hogy a szükséges számú ágy október végéig rendelkezésre áll, az átvezénylés folytatódni fog, ez idáig 106 orvost és 170 ápolót vezényeltünk át, ha szükséges, ez a szám növekszik majd. Meghallgattuk az iskolák működtetésért felelős államtitkárt, az őszi szünet szokott rendben október 23 és október 31-e között történik meg, a határokon rend van. Gyerekeket fogadott ma hivatalában Alekszandar Vučić. Szerbiában egész héten a gyerekek kerültek középpontba, ma pedig a gyermekhét zárónapján a szerb elnök találkozott a kicsikkel, akiket Belgrádban a Szerbia palotában fogadott. Vučić azt mondta, a gyerekeknek jó, ha játszanak, de emellett legyenek szorgalmasak, felelősségteljesek és szeressék hazájukat. A szerb elnök szerint a gyerekek, akikkel találkozott, mind önbizalommal teliek és képesek lesznek megőrizni, ugyanakkor jobbá formálni Szerbiát. Vučić a gyermekét alkalmából tartott sajtótájékoztatóján aktuál politikai kérdésekről és Koszovóról is szót ejtett. Szavai szerint Szerbia kész a kompromisszumra, de az ultimátumot nem fogadja el. Se nadam da će Evropska unija dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem Evropske unije, a da zatim donosi rezoluciju i deklaraciju kojima negira postojanje zajednica srpskih opština i kojima kažu da nikada neće to prihvatiti ili u kojima kažu da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će oni naknadno da formiraju zajednicu srpskih opština. Ma van a leánygyermekek nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek Szervezete 2011-ben fogadta el azt a határozatot, amelynek értelmében ezen a napon a lányok jogait, valamint a lányokkal szembeni egyenlőtlenség tudatosítását helyezik a figyelem középpontjába. A tartomány ombudsman ebből az alkalomból kiadott közleménye emlékeztet arra, hogy ebben az évben ünneplik a Pekingi Nyilatkozat és Cselekvési Platform elfogadásának 25. évfordulóját. Ez a legfontosabb dokumentum, amely a nők és lányok jogainak előmozdításával foglalkozik. A tartomány ombudsman hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség a fenntartható fejlődés egyik célja, amely többek között a nemen alapuló megkülönböztetést és az erőszak minden formájának, továbbá az olyan káros gyakorlatoknak megszüntetését jelenti, mint például a gyermekházasságok. Holnaptól az egészségügyi intézmények adatbázisát is vezetni kezdi az APR, vagyis a Gazdasági Nyilvántartások Ügynöksége, emellett egy olyan egységes adatbázist is létrehoznak, amelyben az állami és a magánrendelők adatait is vezetik majd. Ezzel egy helyen megtalálható lesz minden jogi személy, amely egészségügyi szolgáltatást nyújt, adataik pedig nyilvánosak és elérhetőek lesznek az APR honlapján. Az egészségügyi intézményeknek 3 hónap áll rendelkezésükre, hogy regisztráljanak és mellékeljék a szükséges dokumentációt. Ez 2021. január 11-ig ingyen tehetik meg, azután pedig 4900 dináros illeték fejében. A csákberényi Kilroy Team csapata Ortó Gyula és Dobos Tibor nyerte meg a szombaton Felcsúton megrendezett Magyarország étele versenyt somogyországi ízei ételükkel. A gasztronómiai megmérettetésen vajdasági siker is született. Paskó Csaba, Kelebiai plébános és Bódics Krisztián szabadkai bújtatott halpaprikása a 3. helyen végzett, a 2. helyen pedig Simon András és Fodor Szabolcs. A 3. alkalommal megrendezett szakács versenyen vendégként Pásztor István is részt vett. 12 csapat, 12 újra gondolt népszerű étel. A Magyarország étele 2020 szakácsversenyen ízletesebbnél ízletesebb falatok készültek. Az idei verseny első helyét a csákberényi Kilroy Team csapata Ortó Gyula és Dobos Tibor nyerte meg. Ez egy olyan fantázia név, amit azért neveztünk el Somogyország ízeinek, hogy méltassuk nem csak a megyét, hanem a benne lévő országot is. Ha elmennek Somogyba, bárki megmondja, hogy mi a Somogyország, tehát hogy mit tartozik hozzá. És az étel pedig haléta, zöldségekkel, egy nagyon finom paprika kompozícióval és túrógombóccal.
A második helyezett Simon András és Fodor Szabolcs lett, Paskó Csaba kelebéjai plébános, és Bódics Krisztián pedig szabadkai bújtatott halpaprikásukkal a harmadik helyen végeztek. Ha megkérdezzük a vajdasági embert, akkor általában ugye vagy tiszai, vagy bezdáni dunai halászlé, amire esküszik, és akkor ezen kívül még talán bizonyos halfajtákat roston vagy lisztbe forgatva megsütjük olajban. De hát ezerféle recept létezik, és úgy gondolom, hogy ezzel egy új elkészítési módját a halnak szerettem volna megmutatni. Az eseményen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is részt vett. Elmondta, függetlenül attól, hogy a nagy politika 100 évvel ezelőtt csúf módon bánt el velünk, mi továbbra is egy nemzet vagyunk. Az együvé tartozáshoz pedig nem csak a nyelv járul hozzá, nem csak a folklór járul hozzá, nem csak a vallás járul hozzá, hanem a konyha is, a gasztronómia is, az ízek, az ízvilág, amit egészen pici korunktól megszokunk, amikor az anyatej után elkezdenek etetni bennünket. És akkor, amikor függetlenül attól, hogy hol nő föl a gyerek, már egy éves kora előtt kaparnak neki füstölt szalonnát, akkor azt gondolom, ez a nemzet élni fog. A Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a diátadón arról beszélt, hogy a séfek végre nem csak saját éttermükben bizonyíthattak, hanem a legkiválóbbak egymással is összemérhették tudásukat, sokan a határon túlról érkezve. Külön öröm, hogy nem kizárólag arra lehetünk büszkék, hogy ma a határainkon innen összejöttünk, hanem ahogy főkonzul úr és elnök úr is utalt rá, határon túlról is sokan érkeztek, és határon túlról is vannak a döntőnek résztvevői. A zsűri elnöke Varga Károly, a Kecskeméti 48 étterem konyhafőnöke szerint látni a fejlődést a szakácsok munkáján a tavalyi évhez képest. Ezért is érdemes még ebben a nehéz helyzetben is versenyeket rendezni, hiszen nagyon fontos ez nekünk, hogy a szakma fejlődjön, a magyar konyhát tudjuk népszerűsíteni. Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke reményét fejezte ki, hogy ismét hozzájárulhattak a magyar gasztronómia továbbfejlődéséhez. A szakácsverseny témája idén a nemzeti összetartozás volt. A versenyen résztvevőknek maximum 5 elemből álló innovatív, de populáris ételt kellett elkészíteniük, és kötelező volt használni piros, fehér és zöld színű alapanyagot. A horgosi templom felszentelésének évfordulóját ünneplik ma a helyiek. Emeletbírmálkozást is tartanak a határmenti faluban. A helyszínen tartózkodik kollégám Mészáros György. Kapcsolunk hozzá. Szerbusz Gyuri, hányan birmálkoztak ma, és mit jelent a helyiek számára ez az ünnep? Köszöntöm a nézőket, szervusz! Nos, összesen 17 horgosi fiatal birmálkozik a mai nap folyamán. 17 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Szakály József címzetes prépost szabadkai plébános celebrál, és amint mögöttem látható, jelenleg is tart az ünnepi szentmise. Mint ahogyan Gutási Ákos horgosi plébános fogalmazott, egy plébánia életében a templom felszentelésének a napja a legnagyobb ünnep, és mivel az idén tavasszal elmaradtak az aktuális járványügyi helyzet miatt a bérmálkozások, így a két ünnepi eseményt ezúttal egybe kötötték, hiszen október 12-e a horgosi Havas Boldogasszony plébánia templom felavatásának a napja. El kell mondani azt is, hogy a horgosi plébániához mintegy 4000 katolikus hívő tartozik, ők több-kevesebb rendszerességgel járnak a horgosi templomba ünnepi istentiszteletekre, és külön öröm, hogy nagyon sok fiatalt látunk itt a horgosi templomban, akik természetesen szigorúan betartják a járványügyi szabályokat, így védőmaszkban vannak bent a templomban, és nem csak a templom főbejáratának ajtaja van nyitva az ünnepi szentmise alatt, hanem az oldalsó bejárat is. Néhány szó magáról a templom történetéről. Már a középkorban voltak ezen a területen falvak, viszont a török hódoltság alatt ezek
elnéptelenedtek. Ezt követően a 18. század második felében a szegedi Kárás család kapta meg az itteni földeket, de a lelkükre lett akkoriban kötve, hogy ne csak műveljék meg a föld területeket, hanem próbálják meg telepesekkel ugye létrehozni a falut is, és akkoriban a telepesek javára kezdődött el a templomnak az építése. A Kárás család építette ezt a templomot, amelynek munkálatai 1792-ben kezdődtek el, és 1795-ben szentelték fel, tehát október 12-én Nepomuki Szent János név alatt a horgosi plébánia templomot, amelynek később 1960. november 7-én lett a mostani neve, a Havas Boldogasszony templom. Ez egyébként az egyik legnagyobb méretű barokk templom itt a Vajdaságban. Az ünnepi istentisztelet előreláthatólag fél hétig fog tartani, és hatalmas ünnep ez a horgosi hívek számára. Köszönjük szépen a tudósítást! Amikor templomot újítunk fel, akkor a közösséget akarjuk szolgálni, attól függetlenül mekkora településről van szó, mondta a magyar miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Budaörsön. A Pest megyei templom felújításához a kormány 50 millió forinttal járult hozzá. Soltész Miklós a budaörsi Nepomuki Szent János plébánia templom felújításának ünnepén arról beszélt, a helyi németség az unokáinak is építette a templomot, ami azt jelentette, hogy itt akarnak maradni, itt képzelik el jövőjüket. Azt hangoztatta, 300 évvel ezelőtt Magyarországra települt egy olyan nemzetiség, amelyik szorgalmával, becsületével és igényességével gazdagította a nemzetet. A templom felújításoknál talán a legfontosabb a hit továbbadása és megerősítése, fűzte hozzá az államtitkár. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. A komposztálás napja alkalmából tartottak tegnap rendezvényt Óbecsén. Réggömbök magas beengedésével ért véget a gyermekek Szabadkán. Ma 11:30 körül a szabadkai Ócska piacon összeverekedett két kínai állampolgárságú nő. A szobotica.com hírportál értesülései szerint az eset egy rövid szóbeli vita után történt. A szócsatát követően az egyik kínai nő ollóval többször is megszúrt a másikat, akit életveszélyes sérülésekkel a szabadkai közkórházba szállítottak. A támadót a szabadkai rendőrség letartóztatta, és az eset a kapcsolatban hivatalos közleményt is kiadott. E szerint az 1990-es születésű Z-csét egy 39 éves kínai nő ellen elkövetett gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. A feltételezett támadót 48 órás vizsgálati fogságba helyezték, ezt követően a szabadkai felsőbb ügyészség elé állítják. Önkéntes ifjúsági akciósorozatot szervez októberben és novemberben a Vajdasági Magyar Diákszövetség, azaz a VAMADISZ, a komposztálás világnapja alkalmából Óbecsén az erdőtelepítők parkjában szorgoskodtak a diákok. Gerebjéztek, takarítottak, padokat festettek szombaton az önkéntesek Óbecsén az erdőtelepítők parkjában. A VAMADISZ szervezésében megtartott eseményre a komposztálás világnapja alkalmából került sor, így erről a környezetkímélő megoldásról is tanulhattak újdonságokat a résztvevők. A háztartási hulladékok nagy jelentős része növényi eredetű, és a komposztálással mindenféleképp csökkenteni tudjuk a háztartási hulladék mennyiségét. A másik oldalról természetesen a háztartások zömében van kiskert is, cserepes növények, úgyhogy hát ez, amennyiben komposztálunk, nincs szükségünk virágföld vásárlásra. Kis utcai Ivet nem csak azt tudja, mire jó a komposzt, de azt is, hogy mi mehet a komposztálóba. A komposztálóba mehet konyhai hulladék, frissen vágott fű, fahamú, forgács, amit pedig egyáltalán ne tegyünk a komposztba, az pedig hús, csont, gyógyszer, semmilyen vegyszert ne tegyünk a komposztálóba.
Az akció társszervezője az Óbecsei Ökobecse Polgári Egyesület és a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának helyi szervezete volt, a résztvevők pedig általános és középiskolások voltak. Szerda Balázs latintanár szerint évekkel ezelőtt sokkal látogatottabb hely volt ez a park, mint napjainkban. Az utóbbi években elég elhanyagolt állapotban volt a park, már csak ami a világítást és úgy általában a gondozottságot illeti, és ezért örülök nagyon annak, hogy a Vamadis és a szervezők ide szervezték meg ezt az akciót. Az akció keretében nem csak a diákok és tanáraik, de a Vamadis elnöke is szerszámot ragadott. A tavalyi évben a Magyarország kormányának egy pályázatán nyertünk támogatást egy önkéntes akciósorozatnak a megszervezésére, aminek az a célja, hogy a fiatalokat, illetve hát az ifjúságot buzdítsuk arra, hogy önkéntes akciók keretében tegyenek valamit a közösségükért. Újvidék és Óbecse után Szent Tamáson, Topolyán és Oromon folytatódik az akció. Az állattan, ökológia, antropológia, valamint a néprajz és a természet témakörökben tartottak a hétvégén előadásokat a Vajdasági Fiatal Természetkutatók találkozóján Topolyán. A rendezvény lehetőséget biztosít a fiatal kutatóknak, hogy bemutathassák kutatási eredményeiket. Az idei, az ötödik találkozó volt sorrendben. A találkozóra minden évben Vajdaság több területéről érkeznek résztvevők. Szutorovics Edit saját tapasztalatait osztotta meg a biokertészkedésről, arról, hogy hogyan lehet permetszerek nélkül védeni a konyhakerti növényeket. Megoldás lehet az, ha a konyhakerti növények között a vadon élő növényfajokat engedik növekedni, mondta a szakember. Olyan rovarok, amelyek sajnos valamilyen kárt mégis tudnak tenni a zöldségeken, de inkább jobban szeretik azokat a vad növényfajokat, és akkor inkább ott tanyáznak, úgy mondjam, azokon a növényeken, és elkerülik a zöldségeket. A programsorozattal igyekszik az Egyesület népszerűsíteni a fiatalok körében a természetvédelmet. Az előadások és a kutatások pedig segítséget nyújtanak az egyetemisták számára a diplomamunka védéséhez is, mondta Sihelnik József az Egyesület titkára. Ökológia állattan, tehát ezek a témák merültek fel, és hát az előadások igazából elég színesek, tehát itt baglyok táplálkozásától kezdve a különböző népi gyógyászatokon át fiatal gyerekeknek, tehát középiskolásoknak a testzsír indexének a mérésétől kezdve, tehát ilyen témák merültek föl. A tavaszi kijárási tilalmak alatt Karagyorgyevó egész területén nagymértékű állatmérgezés történt. A keletkezett természeti károkról Harkai Ákos, az Árkusz Környezetvédő Egyesület elnöke készített beszámolót. Szó szerint Karagyorgyevó település körül végig voltak téve ezek a mérgek, és azért is mondtam, hogy szisztematikus, mert ugye Düllő út mellett és minden 100 vagy 150 méteren volt kidobva, hát most egy vagy két húsdarab, tehát az látszott, hogy kisebb csalik voltak. A Vajdasági Fiatal Természetkutatók találkozója idén két napos volt, a rendezvénynek pedig a topolyai művésztelep adott otthont. A gyermekhét utolsó napján több mint 30 kisdiákot fogadtak a Szabadkai Városházán, ahol a gyerekek a polgármesterrel és önkormányzati képviselőkkel is találkozhattak. Az záró program a koronavírus járvány elleni védőintézkedések betartásával valósult meg. A gyerekek körbejárták a Szabadkai Városháza termeit, az Észak-Bácskai Város polgármestere pedig bemutatta a városháza működését. Szerbia kormánya a 2020-as évet a szolidaritás és az együttműködés évévé nyilvánította, mondta Stevan Bakić köszöntőjében. A polgármester hozzátette, külön öröm számára, hogy a gyermekhét ezen értéke kiegyében zajlott. Tato je i slogan minule nedelje bio podeljena sreća dva puta je veća. Nadam se da ste iz tog slogana izvukli određene pouke, poruke, da ste shvatili da je to i mudrost života. Ezt követően a gyerekek léggömbökre írhatták kívánságaikat, többen is közülük a koronavírus járvány végét kívánták.
zato što trebamo da nosimo maske i ne idemo svi zajedno u školu, pa bi volila svi zajedno da se družimo u školi. Mitra Milanković kívánsága egy kis kutya volt. Ja bi želela da dobijem malo štene, to mi je ovaj san god kad sam imala ovaj 5 godina. A kérésekkel teleírt léggömböket a szabadkai kék szökőkútnál röpítették a levegőbe a gyerekek. Holnaptól borús csapadékos idő várható térségünkben, hétfőn sok helyen várható eső, késő estig akár 10 mm-nél is több eshet. A nappali csúcs 10-11 fok körül lehet, kedden is esős, szeles, hideg időre készülhetünk, akár 30 mm csapadék is várható. Szerdán kiderül az ég, de a jövő hétvégére ismét csapadékos időt jeleznek előre a meteorológusok. Megverte Novák Djokovicot Párizsban, és ezzel Rafael Nadal megszerezte 13. torna győzelmét a Roland Garroson. A spanyol teniszező a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében 6-0, 6-2, 7-5-re nyert a világ első szerb teniszező ellen. A világranglista második helyezett játékosa 100. mérkőzésén diadalmaskodott a Roland Garroson, és 20. nagy torna győzelmét ünnepelte. Babos Tina és Krisztina Mladenovic megvédte címét a női párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6-4, 6-5-re legyőzte az Alexa Guarachi és Desiree Krafcik chilei amerikai duót. A találkozó 1 óra 33 percig tartott. A 27 éves Babos Tina 24. torna győzelmét aratta párosban, és ez a 4. Grand Slam diadala. A magyar-francia páros a trófea mellé összesen 319.652 eurót kapott sikeréért. Szerb-magyar válogatott labdarúgó meccs lesz ma Belgrádban. Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya szerint a szerb csapat kifejezetten harcos felfogásban lép majd pályára a két együttes Nemzetek Ligája mérkőzésén. Mindkét csapat győzelemmel készült a ma esti meccsre. Szerbia Norvégiát múlta felül, még Magyarország Bulgária válogatottja ellen győzött az EB pótselejtezőn hétközben. A mai harmadik forduló szerb-magyar összecsapás 20 óra 45 perckor kezdődik a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. A címvédő és 6-szoros világbajnok Lewis Hamilton a Mercedes brit versenyzője nyerte a mai Forma 1-es Eiffel nagydíjat a Nürburgringen. Ezzel beállította a 7-szeres VB győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. Hamilton mögött Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője ért célba, másodikként még Daniel Ricciardo a Renault ausztrál pilótája harmadikként. A VB két hét múlva Portugáliában folytatódik. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt témáit még egyszer hallhatják. A hétvégén szervezték meg a Nemzeti Vágtát a magyar fővárosban. 102 újabb koronavírusos beteget regisztráltak ma Szerbiában. Vajdasági siker is született a Magyarország étele elnevezésű versenyen. Ki kellett használni a mai napot, holnaptól elillan a jó időtérségünkből. Megköszönöm figyelmüket, ha további hírekre, információkra éheznek, irány a pannonrtv.com. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, ugyanis amellett, hogy lesz kalamár is közelkép, mesél a Pannon, és 20 órától híradó. Azt követően műsorra tűzünk kollégánk Herceg Zsolt filmjét, a Radnóti nyomában című dokumentumfilmet. Nézzenek bennünket, szép estét, viszontlátásra!